Felcímkés szemédesanyámnak majd, és akkor benne van egy levél, de szoktak segíteni, hogy felolvassák neki, úgyhogy így írtunk neki egy szép levelet. Csomagot adnak be a Vízpart körúti szociális otthonba. Az idősekhez ugyanis hónapok óta csak így juttathatnak el bármit is a hozzátartozók. Édesanyámat nyár végén ősszel láttuk utoljára. Elég széles a család, heten vagyunk testvérek, és mindannyiunkat úgymond megvisel ez a helyzet. Hát édesanyámról nem is beszélve, hozzá volt szokva azért, hogy heti rendszerességgel majdnem naponta látogattuk felváltva a testvéreimmel, és ez mindannyiunknak nagyon rossz ez a helyzet. Az idősek a külvilágtól elzárva élik napjaikat. Aki teheti, a zord hideg ellenére is lesétál az udvarra. A kerítésen kívüli világ ugyanis, még a lassú hétvégéken is érdekes. Olyan, mint mikor a kismadarat elfogják, azt egy kalitkába becsukják. A lelkileg igen megterhelő időszak testi tünetekkel is járhat. Kutatások és felmérések zajlanak napjainkban ezekről, és a lehetséges hatékony megoldásokról is. Nagyon megnőtt a szorongásos zavarral küzdőknek a száma. Ugye a tél az egyébként is a szezonja a depressziónak, a sötétség, a bezártság, a bioritmusunk megváltozása az mind hajlamosít rá. Ehhez most hozzájöttek ugye azok az életesemények, amik megint csak rátesznek erre. A hozzátartozók megbetegedése, esetleg halála, a munkahely elvesztése és az egyéb egzisztenciális problémák mind olyanok, amik hajlamosítanak ezekre a betegségekre. Legjobb megelőzni a tüneteket, ami egyszerű és kéznél van, a séta és a szabadban végzett sport. Amint lehet, ki kell menni a szabadba, napfényben, naponta egy fél óra séta, az teljesen jó. A fényterápia a depresszió ellen is véd, és hát ugye a D-vitaminra is szükségünk van. Az orvosok arra hívják fel a figyelmet, hogy a hosszabb ideje fennálló pszichés tünetekkel minél hamarabb érdemes szakemberhez fordulni.